második része. Az előző héten már meghallgattunk 3 sikeres üzletasszonyt, és ezen a héten 2 újabb hölgyel ismerkedhettek meg. Őket fogom kérdezni arról, hogy hogyan kerültek az üzletbe, ők hogy csinálják, hogyan lesz valaki sikeres ezen a területen. A ma esti vendégünk Cérna Tünde és Elek Ildikó, fogadjátok őket nagy szeretettel, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Remélem, hogy egy izgalmas este elé nézünk. Először Elek Ildikót szeretném nektek bemutatni, aki 6 éve csatlakozott a DXN üzlethez. Akkor a meglévő munkája mellé keresett kiegészítő tevékenységet, amivel a jövedelmét kiegészítheti, és volt valamiféle egészségügyi problémája is. És amikor találkozott a DXN-nel, akkor úgy tűnt, hogy ez mind a 2 dologra megoldást jelent, mind az egészségügyi problémát sikerült kezelni, illetve az üzletbe belevágva anyagilag is javult a helyzete. Nem volt kérdés számára, hogy ezzel szeretne foglalkozni. Ugye kezdetben hűséges termékfogyasztó lett belőle, de azóta mint üzletépítő, sőt, mint vezető működik a DXN-ben. Párjával együtt, egymást támogatva építik az üzletet. Igaz, hogy külön vannak regisztrálva, de közösen dolgoznak. Nagyon fontosnak tartja a szponzorálást, és ezért nagyon sokat képzi saját magát is, sokat tanul, hogy minél jobban tudjon segíteni a munkatársainak, és minél sikeresebb legyen ő is, valamint a munkatársai az üzletben. Ildikó, azt szeretném elsőnek kérdezni tőled, hogy mikor érezted azt, hogy ez az, ez a te üzleted, hogy azt találtad meg, amit kerestél? Jó, hát sziasztok! Először is én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm Csilláéknak, hogy meghívtak erre a beszélgetésre. Ez nagy megtiszteltetés számomra, hogy én is megoszthatom veletek a véleményemet, hiszen teljesen más vonalat képviselünk, és ezért is nagyszerű ez az üzlet, hogy mindjárt válaszoljak a kérdésedre, mert mindegy, hogy kinek a csapatába tartozunk, ez nem zárja ki azt, hogy segítsük egymást. És hogy mikor éreztem azt, hogy ez az én üzletem, én már a DXN-nál történő első találkozáskor tudtam, hogy ez az üzlet nekem való. Pont jókor, jó időben ismertem meg, hiszen ahogy már Csilla is említette, meglévő munkám elé kerestem valamit, amivel kiegészíthetem az akkori jövedelmemet. Voltak egészségügyi problémáim is, és a DXN-t megismerve tudtam, hogy ez mindkettőre megoldást jelenthet számomra. Én eleinte a termékeket kezdtem el fogyasztani, használni. Kíváncsi voltam, hogy működnek-e, és valóban azt a hatást kapom, amit ígértek. Mindig újabb és újabb termékeket próbáltam ki, és azt tapasztaltam, hogy egyik jobb, mint a másik. Ma is nagyon sok terméket fogyasztunk itthon. És mivel nekem beváltak, és igen, működnek a termékek, így nyugodt szívvel merem tovább ajánlani bárkinek. Tetszett, hogy úgy kezdhettem el dolgozni a DXN-ben, hogy nem kellett feladnom az akkori munkámat, hanem szépen mellette tudtam csinálni, sőt, munkaidőben is, hiszen a közös munkahelyi kávézások nagyszerű alkalomnak bizonyultak, hogy másokkal is megismertessem ugye az egyik fő terméket, a kávét. Tetszett, hogy nem kell hozzá nagy összegű befektetés, én még akkor az 5000 forinttal regisztráltam, akkor is annyit dolgozhatok, amikor az időm engedi. Ha ezt elég nehéz is betartani, meg nagy önfegyelmet igényel, ugye, hogy az ember tényleg rendesen végezze a dolgát, mert én is hajlamos vagyok így időben megcsúszni. Tetszett, hogy lehet online, illetve offline is foglalkozni vele, és hogy mindezt a párommal együtt csinálhatom. Hiszen igaz, hogy mi külön vagyunk regisztrálva, ezt is említetted, mindketten a saját üzletünket építjük, de mégis egymást segítve, egymást támogatva tesszük mindezt. Az elmúlt 6 év alatt nagyon megszerettük a DXN-t, és nem is tudom, hogy mi lenne, hogyha
egyszer csak nem lenne. Szerintem egy óriási nagy űr lenne az életünkben. És azért is szeretjük, mert a DX-en számunkra sokkal többet jelent egy egyszerű üzletnél. Számunkra ez egy életforma, egy életérzésé nőtte ki magát. Rengeteg jó dolgot kaptunk már a DX-en által. Nagyon sok jó embert ismertünk meg, új baráti kapcsolatok alakultak ki. Rengeteget utaztunk, élményeket, nagyon sok tudást kaptunk a DX-en által. És amikor kint voltunk Malajziában, ugye a DX-en hazájában, és láttuk a farmot, a ganoderma ültetvényt, a gyárat, ez számomra még jobban megerősítette azt, hogy igen, jó helyen vagyunk. És látni a saját szemünkkel azt, amiről eddig csak hallottunk, ez legalább olyan fontos, mint a terméktapasztalat, hiszen ettől még hitelesebbek lettünk, nagy erőt, önbizalmat és határozottságot adott nekünk. Köszönöm. Biztosan nektek is rengeteg nő és rengeteg férfi van az üzletben, de hogy az életben mindent másképp csinálunk mi nők, mint a férfiak. Még a karunkat is máshogy fonjuk karba, vagy a gyufát máshogy gyújtjuk meg, vagy a sarkunkat másképp igazítjuk meg, vagy autót másképp vezetünk, mint a férfiak. Szerinted az MLM miért való nőknek? Mik azok az érvek, amik amellett szólnak, hogy igenis nőknek való az MLM? Hát szerintem az MLM mindenkinek való, viszont ez tény, hogy a nők többségben vannak. Ugye, hogyha egy rendezvényen akár szétnézünk, akkor ez határozottan látszik, hogy igen, a nők többen vannak. És én nemrég láttam egy statisztikai adatot, hogy a direkt értékesítők 75%-a nő. És én ezt leellenőriztem a saját hálózatomban, és valóban nálam 76%-ra jött ki, tehát a nők 76%-a vannak nálam. Viszont mégis az egyre magasabb üzleti szintekre a férfiak jutnak el valamiért. Itt már a 90%-a a férfiak. De hogy mégis miért mi nők vagyunk többségben, szerintem azért, mert sok nő keres otthon végezhető munkát, ugye ők is pénzt szeretnének keresni, de úgy, hogy a családja közben végig mellette legyen. Az MLM pedig pont egy olyan üzlet, ahol egy jól működő online rendszerrel ezt megteheti. És szerintem, amiért még a nők többségben vannak, hogy a hálózati értékesítésben sok cég, köztük ugye a DX-en is, olyan termékeket forgalmaz, amelyek az egészség és a szépség megőrzéséhez kapcsolódik. Ezeknek a termékeknek a használata és továbbajánlása, ez olyan női dolog. Szerintem mi nők szívesebben beszélünk ezekről a termékekről. Az üzleti modell továbbajánlása pedig talán a férfiaknak megy jobban, ezért érnek el magasabb üzleti szinteket. Ugye a nők ügyesebben tudják eladni a terméket, úgymond a férfiak pedig az üzleti modellt. Lehet, hogy ezért is érdemes párban dolgozni, mert így jól ki tudjuk egészíteni egymást. És még talán annyit, hogy szerintem nagyon fontos, hogy egy nő anyagilag független legyen, azaz képes legyen megteremteni magának az anyagi biztonságot. És a hálózatépítés egy kiváló eszköz lehet erre, és könnyebben beilleszthető a családi életbe, mint egy klasszikus munkahely. Köszönöm szépen! Nagyon érdekes volt ez a vélemény, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mond erről Tünde. Cérna Tünde a férjével Szabolcsal együtt építi a hálózatot, mégpedig nagyon magas szinten. Két felnőtt gyermek édesanyja, a család Sopronban él, viszont az energiájukat, az energiatöltőjük az a Balaton, onnan szerzik, nagyon sok időt töltenek a Balaton mellett.
Tünde előtte egy multinál dolgozott 27 éven keresztül középvezetőként. Ezt hagyta ott 5 évvel ezelőtt azért, hogy teljes erőbedobással már csak a DXN üzletüket építse. A DXN-ben az ő kettős karrierjük egy kiváló példa arra, hogy hogyan lehet munka mellett elkezdeni és egy hatalmas hálózatot építeni egymást támogatva. Tünde, akkor hallgassuk meg a te véleményed is arról, hogy nőknek való-e a hálózatépítés, azzal kiegészítve, hogy mik azok a női tulajdonságok, amik előnyösek a hálózatépítésben. Sziasztok, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és először is szeretném nektek megköszönni, hogy ezt a remek webkonferenciát létrehoztátok, életre hívtátok, már múlt héten is nagyon izgalmas volt, és tudom a programokat, úgyhogy ez csak fokozódni fog, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget. Szóval nézzétek meg, hogy akik itt vannak közöttünk fenn ezen a webkonfin, hát a többségük hölgy. Úgyhogy elsőre én is azt mondom, vagy azt mondanám, majd mindjárt kiegészítem, hogy igen, a nőknek való ez az üzleti forma, ez az üzleti modell. Én azt gondolom, hogy én magamból kiindulva nagyon gyorsan be tudok lelkesedni dolgoktól, meglátom a lehetőségeket, és amikor az ember célállít, vagy a hölgyek, vagy én célt állítunk magunk elé, nagyon kitartóan tudunk ezért dolgozni. Az a tapasztalatom hölgyként, nőként, hogy az egy olyan nagyon jó tulajdonsága a hölgyeknek, hogy kitartóan, céltudatosan, ha már mindenki föladta, ők még akkor is tesznek egy lépést azért, hogy megvalósuljon az a cél. Úgyhogy talán a kérdésedre a válasz az, hogy milyen érdekes, vagy milyen tulajdonság kell ehhez az üzlethez. Ez, azt gondolom, hogy ez a lelkesedés, a motiváltság, az, hogy tovább tudjuk adni másoknak is. Talán a szangvinikus, hogyha így személyiségtípusokat mondhatok, akkor ők nagyon könnyen vannak, mert hogy gyorsan lelkesednek. Én is egyébként az vagyok, gyorsan lelkesednek, motiváltak. És hogy miért van az, hogy aztán kevés hölgy, legalábbis a DXM-ben, de ahogy az előbb az Ildikó mondta, ez egy statisztikai adat, hogy végül is aztán a férfiak lesznek magas szinten sikeresek, az meg lehet, hogy abból adódik, hogy a kitartásban, az elszántságban, a hosszú távú tervezésben ők valamilyen oknál fogva jobbak. Talán azért, mert a mindennapi háztartási dolgok, a gyerekek, a jövésmenés, ezek nem kötik le annyira, vagy nem terhelik annyira a fiúkat, őket egészen más terhelle, nyilván nem felmenteni akarom a hölgyeket, hogy mi ezért nem tudunk magas szinten vezetőkké válni. Úgy értem ezt az egészet, hogy önállóan, tehát hogy, mert nyilván magas szinten van nagyon sok hölgyvezető a DXM-ben is, de talán ez teszi a különbséget a hölgyek és a férfiak között, de mindenkinek való ez az üzlet. És azt gondolom, hogy nem lehet különbséget tenni, de hogyha megnézzük a webkonferencia résztvevőket, hogy mi is a saját hálózatunkat, akkor a hölgyek vannak többségben, és egyébként annak idején én volt bennem egy ilyesmi érzés, és hogy azért kell, hogy támogassam a férjemet, mert annyi hölgy volt körülötte, hogy egy pillanatra meg is ijedtem, hogy úristen, ez a rengeteg hölgy majd meglátja benne a lehetőséget, értitek, hogy mire gondolok, akár üzletileg, akár egyébként, hát nehogy lecsusszak róla, úgyhogy vigyáztam. Köszi. Én azt gondolom, hogy nagyon jó párban építeni az üzletet, és ezt is szoktam ajánlani a munkatársaknak is, hogy aki teheti és egyetért vele a párja, akkor vele párban, de hogyha nincs ilyen, vagy nem támogat a házastárs, akkor legalább egy barátnővel, vagy a lányával, vagy bárkivel, csak párosan sokkal könnyebb ezt csinálni. De klasszikusan ugye a házas párok szoktak együttműködni, és ti is egy kiváló példa vagytok erre a Szabolcsa. Engem nagyon érdekel, hogy ti hogy osztjátok meg a feladatokat egymás között, és hogy ez változott-e az évek során, tehát ahogy mondjuk 6 évvel ezelőtt együttműködtetek, most másképp van-e ez a munkamegosztás nálatok? Hát 3 szakaszt különítek én el az életünkben. Az első a kezdeti, amikor
egyáltalán nem segítettem őt, sőt, elleneztem ezt a fajta vállalkozó szellemiségét, és nagyon törekedtem arra, hogy én ebből semmit ne észleljek, és szerettem volna, és ezt el is értem, hogy ezt úgy csinálja, hogy nekem, tehát hogy én ezt észre se vegyem. Nyilván akkor is segítettem őt, hiszen azért kivasaltam az ingjét, azért kapott vacsorát, és sok mindenben segítettem őt, de effektíve a DXM-ben, hálózatépítésben egyáltalán nem. Viszont nem hátráltattam. Tehát én az a fajta feleség voltam akkoriban, aki természetesen hagyta, hogy menjen, és nálunk is nagyon sok olyan párnak az egyik felét látjuk minden rendezvényen, akik jönnek, és szerintem ez egy nagyon fontos első lépés, hogy úgy tudjál a pároddal együtt elkezdeni az üzletben dolgozni, hogy olyan szinten támogasson, hogy ne hátráltasson, és amikor el kell menni rendezvényre, akkor otthon a gyerekekkel, addig ő foglalkozik, vagy azt a feladatot, amit éppen otthon hagy hétvégére az anyuka, vagy a feleség, akkor azt nyilván át tudja venni a férj. Szerintem ez is egy fontos támogatás, bár nem annyira látványos. És aztán volt az átmeneti időszak, amikor ugye a sok hölgyből kibontottam az én uramat, és végre újra az enyém lett, és mint gyémánt feszengtem én is mellette, bár rá sem tudtam akkoriban, hogy ez mit jelent. Akkor viszont mindenhova elkísértem őt, mentem vele, és próbáltam megérteni, hogy mi zajlik körülötte, és hogy mi történik az üzletben, de effektíve ilyen konkrét segítséget nem biztosítottam számára. Néhányszor adtam hát ilyen kívülállóként tanácsot bizonyos témákban, de inkább csak az volt a lényege, hogy meghallgatott engem, aztán nyilván úgy döntötte, hogy ő szeretett volna, de azért sok minden megkérte a véleményemet. És akkor eljött az 5 évvel ezelőtti időszak, meg a jelen, amikor hát fel kellett vennem a szálakat és a fonalat, úgy könnyű nekem, mert cérna vagyok, és akkor ez így gyorsan ment, és felosztottuk magunk között a feladatokat. A Szabi egy óriási stratéga, egy nagy ötletelő, egy rendkívül pozitív ember, aki amikor már mindenki tudja, hogy zuhogni fog az eső, még mindig azt mondja, hogy gyerekek, de bízzatok benne, mert mindjárt kisütanak, és egyébként 90%-ban mindig igaza van, és ő egy ilyen típusú ember, ő nagyon gyorsan kitalál dolgokat, nagyon jól megfontoltan, hogy mondjam így, el tudja nekem jól mondani, hogy ő mit talált ki, és a kivitelezésben meg nagyon számít rám. Ami azt jelenti, hogy az ilyen molyolós, ilyen utánajárós, a számos dolgokat azt rám hagyja, amikor statisztikákat kell a hó végén elemezni, a Kócsó Lacitól kaptunk Bulgáriában egy nagyon jó ötletet, hogyan látjuk a hálózatunkat statisztikailag, és hát igen, a számok azért nem csalatkoznak, és na ezeket a dolgokat én gyűjtöm ki, megmutatom a Szabinak, és akkor abból levonja azokat a következtetéseket, amiket kell, de a napi rutinból is kiveszem a részemet, hiszen mióta megízleltük az, hogy havonta a hálózatépítésnek vannak nagyon-nagyon jó eredményei és jutalmai. Most arra gondolok, hogy ugye az elmúlt több mint egy évben minden fajta kvalifikáción ott voltunk, legyen az 300 PPV is, legyen az kárprogram, az Erdély utazáson, a krakói utazáson, és hát nyilván ez feladatokkal jár, és ezt beosztottuk egymás között. Van egy listánk, akiket megkeresünk, és mindig eldöntjük, hogy ki az, aki ebben a hónapban kicsit aktívabb lesz. Sőt, volt egy olyan időszak is, és ez nagyon jól esett a Szabitól, amikor azt mondta, hogy az egyéni forgalmunkban, hálózatépítésünkben én vittem az egész, a hátamon vittem a kis forgalmunkat, mert hogy a kozmetikával elkezdtem foglalkozni, és bizony nagyon szép eredmények jöttek, és akkor valóban azt gondoltam én is, hogy na, ez az én utam, úgyhogy ezzel kapcsolatosan elképesztő nagy terveim, céljaim lettek, és rajta vagyok egy úton. Szóval, hogy így most már úgy mondom, így összefoglalva, hogy szépen felosztottuk
hogy kinek mi az erőssége, miben tud jól működni, és ezt az erősséget kihasználva végezzük a napi rutint. Köszönöm szépen. Ildikó, te szeretnél ehhez a témához valamit még hozzátenni, hogy ti hogy működtök együtt a pároddal? Vagy hát mi is, hogy együtt tudunk elmenni minden rendezvényre, szerintem ez nagyon fontos és jó dolog, hogy egy úton vagyunk, egy a célunk, nem hátráltatja egyikünk a másikat, szerintem így sokkal sikeresebb eredményeket tudunk elérni. Azt szoktuk mondani, hogy az MLM-ben bárki sikeres lehet tényleg, bárki. Te mit gondolsz erről, hogy mindenkinek való? Hát szerintem az MLM mindenki számára egy lehetőség, aztán valaki vagy él vele, vagy nem. Ezt mindenki meg tudja csinálni, ha akarja nyilván. És ugye mindegy, hogy honnan jött, hol élt, mit tanult, mit dolgozott eddig, mert hogy nem kell hozzá előképzettség, nem kell hozzá gyakorlat sem. Viszont, mint minden szakmát, ezt is persze meg kell tanulni, és egy korrekt, megbízható céget kell hozzá választani. Ezért is választottam a DXN-t, mert én úgy láttam, hogy mindenféle szempontból a DXN megfelel az én számomra. És ugye sokszor hallottuk már, hogy az MLM-ben két ember nem lesz sikeres, ugye, aki nem kezdi el, és aki idő előtt abba hagyja. Na most ez szerintem is így van, hiszen a lényege, hogy csinálni kell. Tehát nyilván mindenkinek az ideje behatárolt, de ha csak egy picike apró lépésekben is, de haladunk előre, akkor biztos, hogy idővel nagyon jó eredményeket fogunk elérni. És ami fontos, hogy soha ne adjuk fel. Tehát ne vegye el a kedvünket az, hogyha elutasítanak minket, mert ugye valljuk be, azért ez gyakori dolog mindenkinél. Én most már ott tartok, hát eleinte nagyon nehéz volt nekem is ezt elfogadni, hogy kaptuk sorra a nemeket, de ma már ott tartok, hogy ezek a nemek inkább megerősítenek, és azért is megcsináljuk, tehát kapunk ettől egy plusz erőt. És ami a fontos, hogy ne adjuk fel. Tehát mindenképpen fontosnak tartom, hogy menjünk tovább, folyamatosan képezzük magunkat, hogy igenis egyre jobbak legyünk, és erre nagyon jók a rendezvények. Tehát ott kell lenni minden rendezvényen, mert abból nagyon sokat tudunk tanulni. Én nagyon szeretem a DXR rendezvényeket, mert mindig adnak egy plusz erőt, energiát, motivációt kapok, és főleg amikor például egy ilyen vezetőképző táborban látom azt az olasz csapatot, akik jeltolmáccsal érkeznek, mert süketnémák. És én mindig meghatódom tőlük, és annak ellenére ők sikeresen építik ezt az üzletet, és egyre többen vannak. És ha ők meg tudják csinálni, akkor nekünk mennyivel könnyebb dolgunk van. Vagy egyre több a mozgássérült, egyre többet látunk a rendezvényeken. Ha nekik nincs kifogásuk, akkor sokunknak miért van? És hogy milyen tulajdonságok kellenek a sikerhez? Hát kell egyfajta nyitottság, ugye, az új dolgok felé. Kell tudásvágy, tehát akarjunk tanulni, akarjuk képezni magunkat, ez nagyon fontos szerintem. Legyen kitartásunk, legyünk empatikusak, ugye? És talán a legfontosabb, hogy tudjuk azt, hogy miért csináljuk, hogy mit akarunk elérni. Amikor mi elkezdtünk foglalkozni a DXN-nel, mi minden szerdán ott voltunk, akkor ugye mindig volt nyilvános bemutató, tájékoztató, és mi 8 hónapon keresztül minden egyes szerdán ott voltunk, mert mindent tudni szerettünk volna a termékekről is, és az üzletről is. És hát ma sincs ez másképp, mert nálunk már most be van írva minden DXN-es rendezvény a naptárunkba, és minden mást ehhez igazítunk. Tehát maximálisan elkötelezettek lettünk, és egyedül a DXN üzletben látjuk a jövőnket. Köszi. Mondasz egy olyan tulajdonságot, amit így látsz, hogy na ez általában nagyon akadályoz valakit abban, hogy sikeres legyen?
Hát a kitartás. Szerintem nagyon sokan idő előtt feladják. Nincs türelmük kivárni az eredményeket, mert ugye tudjuk, hogy egy ilyen üzletben, tehát nem már hónapra lesz valaki sikeres, hanem igen, ez több-több időt vesz igénybe. Ez egy hosszabb munkafolyamat. Köszönöm. Tünde, azt szeretném tőled kérdezni, hogy elmondtad most az evolúciódat, hogy a nem akadályozóból, hogy lettél együttműködő, és aztán vezető, hogy mint nő ezt a vezetői szerepet hogyan éled meg? Hát ugye ez egy érdekes helyzet, mert hogy a vezetői szerepet gyakorlatilag kaptam most azzal a ranggal, vagy azzal a szinttel, amit a Szabi elér, de természetesen nem csak így gondolok erre, de ha így tetszik, akkor volt egy ilyen kis előnyöm ebben a dologban. Egyébként azt gondolom, hogy a legfontosabb talán a női vezetés, nem csak a női vezetés, általában a vezetésben ez a példamutatás. És mi azt gondolom, hogy a Szabival úgy élünk, és úgy dolgozunk a DXM-et pontosabban, az látszik, ahogyan mi élünk. Tehát nem álmodjuk az életünket, hanem éljük az álmainkat, most, hogyha így talán jobban ki tudom fejezni. És egy olyan utat mutatunk ezzel is. Ugye Felfokonban említetted, hogy másodállásban csináltuk gyakorlatilag, most is, mert ugye a Szabinak még mindig van egy vállalkozása, amit, hogyha úgy tetszik, akkor egy hagyományos értelemben ugye tekinthetnénk főállásba, de a Szabinak, illetve nekem is annyira a főállású gondolkodásunk a DXM, hogy ez gyakorlatilag ugye a háttérben van, de a lényegen nem változtat, hogy ugye gyakorlatilag másodállású vállalkozóként építettük. És ez is egy példa lehet, azt gondolom, mindenki számára. És talán pont nem olyan régen egy ismerősünk mondta, hogy lassan benneteket annyira fognak utálni az emberek, nyilván nem a DXN-esek, hanem a körön kívüliek, mert mindent együtt csinálunk, és szerintem ez egy fontos példamutatás lehet mások számára, és vezetőként élen járni, hatással lenni az emberekre, azt gondolom, hogy ez bennünk megvan. És, és azt gondolom, hogy és tapasztalom is, hogy nagyon érdekes, amikor mi rájöttünk arra, hogy mi ez a CARE program, és elszántuk magunkat arra, mert hogy a harmadik hónap azért egy elég kemény időszak, aki már megcsinálta, ő tudja, de amikor ezt megcsináltuk, és el tudtuk mondani a csapatnak, a többi vezetőinknek, az alsó vonalainknak, hogy igen, ezt érdemes csinálni, mert jó pénzzel jár, és megéri a fáradozást, akkor azt gondolom, hogy azzal is egy vezetőként az élre álltunk. Én azt gondolom, hogy a DXM-ben, de általában az MLM-re mindenképpen igaz a DXM-ben is, hogy mindenhol ott kell lenni, hogy lássanak, hogy az összes kihívást teljesítem, mindenhol ott van a nevem, mert figyelnek az emberek. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy nem, de igenis kinyitják a cég Facebook oldalát, és végignézik azt a listát, és keresni fogják a vezetőjüket, hogy vajon ott vannak-e. Úgyhogy példamutatás, azt gondolom, nőként, férfiként, mindegy, legyünk hatással az emberekre, és mutassunk példát. Köszönöm. Azt is szeretném tudni, hogy offline vagy online? Melyik kap nagyobb szerepet a ti munkátokban? De jó kérdéseid vannak. Most egy pár évvel ezelőtt kérdezted volna, akkor azt mondtam volna, hogy offline, azt sem tudom mi az, hogy online. Én egyébként 5 évvel ezelőtt lettem social woman, előtte azt sem tudtam, hogy mi az, hogy Facebook. De én egyébként pont a gyerekeimtől tanultam mind a Facebook használatát, mind pedig az Insta használatát. Szóval, hogy mivel ma kérdezted, ezért azt tudom mondani, hogy mi mind a kettőt használjuk. Nekünk alapvetően könnyebb, és a mi profilunkhoz jobban illik az offline. Nagyon könnyedén szólítunk meg embereket, vagy ők szólítanak meg bennünket. Könnyedén elegyedünk szóba, és mivel ilyen DX-en agyunk van, hát a harmadik mondat után, ha nem nekem, akkor a Szabinak
biztos, hogy valahogyan úgy alakulnak a mondatai, hogy már is az üzletnél vagy a termékeknél vagyunk, viszont az online adta lehetőségeket mi is kihasználjuk. Van, mindegyikünknek van weboldala, sőt most már a gyerekeinknek is van, már elég régóta az Insta oldalunk van, össze-vissza van kötve minden, nem is értem, hogy hogyan ezt a Szabi oldotta meg nekem, de az a lényeg, hogy működik, ezek átjárható dolgok, és használjuk. Ugye nem hirdetünk, soha nem csináltunk AdWords kampányt, de nagyon jó helyen vannak a weboldalaink. Hát mondjuk köszönhető annak, hogy lehet, hogy egy páran meg most kicsúsztak az online-ból, de innen is lehet látni, amit az Ildikó az előbb mondott, hogy aki elég kitartó, és folytatja azt a munkát, amit elkezdett a blogolással, a YouTube videókkal, amiket ugye Laci is mindig elmond, hogy ha csinálsz egy Facebook csoportot, ott tartod a kapcsolatot a legaktívabb partnereiddel, hogyha csinálsz egy YouTube csatornát, akkor gyakorlatilag, és blogolsz, rendszeresen blogolsz, akár idegen nyelven is, akkor meg fognak jönni az emberek. Úgyhogy szeretjük az online, nekünk is van jó néhány olyan partnerünk, aki nem lenne, ha nem lenne weboldalunk, ha nem használtuk volna az online-t, a külföldre ez kifejezetten igaz. Köszönöm szépen. Ildikó, ha már női hölgyválasz, megint női téma, az empátiát te hogyan használod a hálózatépítésben, úgy a jelölt keresésben, mint a szponzorálás során? Hát én úgy gondolom, hogy az empátia az egyik legfontosabb készség, beszéljünk akár az üzletről, akár a magánéletről, mert hogyha nincs bennünk meg ez a készség, akkor nagyon sok konfliktusba keveredhetünk, mert ugye az empátia lényege, hogy bele tudjuk képzelni magunkat a másik helyébe, megértjük az ő álláspontját, megértjük az érzéseit, és annak megfelelően reagálunk. Ez bizony nem mindig könnyű, és ahhoz, hogy erre képesek legyünk, minél jobban meg kell, hogy ismerjük a másikat, főleg egy új jelölt esetében nagyon fontos ez. Tudjuk meg, hogy milyen élethelyzetben van, ismerjük meg az ő problémáit, hagyjuk beszélni, és ami a legfontosabb, hogy figyeljünk rá, tehát figyeljünk arra, amit mond. Mert ugye erre tudunk majd aztán építeni, hogy az ő álláspontjának megfelelően kínáljuk az üzletet, vagy a terméket. Mert lehet, hogy az MLM, mint üzleti modell nem érdekli, sőt, megvan róla a markáns véleménye, amit nekünk sok esetben ugye nehéz elfogadni, mert mi már tudjuk, hogy a DX-en a legjobb üzlet a világon, de idővel majd lehet, hogy ő is rájön, csak ehhez idő kell. De neki most, mivel egészségügyi problémája van, akkor ő, az ő esetében ugye a termékek érdekelhetik. És hát ennek is örülni kell, mert hogy nyitott a termékre, és belőle lehet egy nagyon jó termékfogyasztó. Fontos, hogy soha ne kezdjünk vitába, mert azzal biztos, hogy nem fogunk előrébb jutni. Nem kell vele egyetérteni mindig, de fogadjuk el a véleményét. Ugye érdemes odafigyelni a másik testbeszédére, a hanglejtésére, ezek mind-mind sokat elárulhatnak az ő gondolataiból, érzéseiről. Ugye egyszerre hallgassunk a fülünkkel, a szemünkkel és a szívünkkel. Akár idézhetnék a kis hercegből is, ugye jól csak a szívével lát az ember. És szerintem ez nagyon igaz itt az üzleti életben is, hogyha az empátiáról beszélünk. És ami igazán fontos, az a bizalom kiépítése, ami szintén nem mindig könnyű, főleg online nem. Ott azért ez hosszabb időt vesz igénybe, ezért erre ugye alkalmasabbak a személyes találkozások, de hogyha már sikerült a bizalmába férkőzni, akkor sokkal nyitottabb lesz felénk, jobban elfogad minket, könnyebb lesz az együttműködés, ami itt a DX-ben egy nagyon fontos dolog. És ha jók a tapasztalatai a termékekkel kapcsolatban, akkor még mindig lehet belőle egy jó hálózatépítő is akár. Talán ide tartozik az is, hogy a hálózatépítésben ugye van egy fontos, de iratlan szabály, hogy felfelé sírj, lefelé neves. Ugye nyilván nekünk is vannak problémáink, mi is sokszor segítségre szorulunk,
de az alsó vonal felé soha nem panaszkodunk. Ugye őket segíteni kell, hiszen mi hoztuk be az üzletbe őket, akár termékfogyasztók, akár üzletépítők, tehát mi felelősséggel tartozunk értük. Nekünk pedig ugye a felső vonalunk segít, mert nyilván nekünk is vannak problémáink, úgyhogy mi meg hozzájuk fordulunk olyankor. Köszönöm szépen. Sokszor szerintem pontosan a nagy segítő szándék miatt nehéz azt megállni, hogy amikor látjuk, hogy nagy szüksége lenne valakinek, vagy a termékre, mert olyan egészségügyi problémája van, vagy pedig ül egy hatalmas kapcsolati háló kellős közepén, és milyen jól menne neki az üzlet, és tűnnek, arról kérdezlek, hogy egy ilyen helyzetben, amikor te pontosan látod, hogy neki mennyire szuper lenne ez a dolog valamelyik szempontból a kettő közül, de vonakodik, vagy bizonytalankodik, meddig mész el? Érdekes a kérdés. Talán azt gondolnátok rólunk, hogy mi biztos nagyon, nagyon erőszakosak vagy nyomulósak vagyunk, már mind az üzleti színből. Na, nem ezért kérdeztem. Na, de nem. Na, mert hogy nagyon érdekes, hogy nem szoktunk, gyakorlatilag tájékoztatunk, informálunk, elmondjuk a lehetőségeket. Én a Szabitól tanultam egy nagyon jó mondatot, és mindig beválik, amikor végzünk egy ilyen beszélgetéssel, és már úgy érzed, hogy most már menni kell, most már vége van, most már nincs mit tovább tenni, akkor feltesszük azt a kérdést, és mondd kérlek, mi legyen a következő lépés. Uh-huh. És akkor mondja meg ő, hogy találkozunk még egyszer, persze alternatívákat adhatok neki, hogy akkor hozok neki valamilyen terméket, vagy elhívom egy webkonferenciára, tehát lehetőségeket azért mondok neki, de alapvetően ő fogja kiválasztani azt, hogy mi legyen a következő lépés. Valami, aki azt mondja, hogy hát figyelj, majd még beszélünk. És nagyon érdekes, hogy több ilyen vesztetnek vélt pozíciót aztán nyertesre tudtunk fordítani, mert hogy nem mentünk utána, nem próbálkoztunk becserkészni, és nem hajtottuk, és aztán szépen megérkeztek az emberek, vagy azért, mert szükségük volt, rájöttek, hogy szükségük van a termékre, vagy azért, mert rájöttek, hogy szükség van az üzletre. És amikor belépnek az üzletbe, akkor is ugyanezt tesszük velük, senkire nem teszünk nyomást, akkor is ez a kérdés elhangzik az első beszélgetés után regisztrációkor, hogy mondd kérlek, mi legyen a következő lépést, mondd az ütemet, hogyan haladjunk. Úgyhogy ez a mi taktikán. Köszönöm szépen. Tényleg nem volt semmiféle hátsó gondolat a kérdés mögött. Én magam ezzel nagyon küzdöm, tehát én egy ilyen túlfejlett segítő szándékkal születtem a világra, és az egyik legnehezebb feladatom az, amikor látom, hogy tudnék ezzel segíteni valakinek, és mégsem erőltetni a dolgot. Tehát, hogy nem gondolnám én se, hogy én erőszakos lennék, pusztán a jó szándék, de hát ugye tudjuk, azzal van kikövezve a pokolba vezető út is, arra mozdítja az embert, hogy még egy kicsit oda tegye magát, még egy kicsit érveljen, és ez egy meghatározott idő megtanulni, hogy meglátni, hogy hol elég, és nem erőltetni a dolgot. Tehát ez azt gondolom nem az erőszakosságról szól, bár úgy is lehet nézni, hanem a megértésről, hogy a másiknak éppen akkor mire van antennája, és mennyire van készen egy bizonyos dolog befogadására. Talán és akkor, csak egy záró gondolat ez a témához, hogy újként nehéz ezt megállni, hogy az ismerőseimet ne informáljam agyon. Tehát inkább azt gondolom, hogy aki aztán később megérkezik a DXM-be, vagy általában az MLM-be, ők megtanulják ezt a türelmet, ezt a kivárást. Uh-huh. Igen, igen. Mind a kettőtöktől kérdezem, mint záró kérdés, hogy ajánlanátok-e ezt az üzletet a saját lányotoknak tovább, mint karrier lehetőséget? Igen. Ildikot kérdezem először. Jó, hát mindenképpen mi már ezen túl vagyunk. Nekem van két
lányom, ugye mivel már elmúltak 18 évesek, természetesen már végig szemtagok. Igaz, hogy csak mint termékfogyasztók vannak jelen, de már ettől függetlenül az egyik SA, a másik pedig hamarosan az lesz, és még az üzlet annyira nem vonzza őket, de remélem, hogy majd ez idővel változni fog. Köszönöm, Tünde. Igen, a válaszom igen, és azt gondolom, hogy időben kell erről gondoskodni. Szerintem, hogyha beleszületik valaki ebbe a dologba, legyen is teljesen hány éves a születés alatt, azt értem, hogy a szülőkkel együtt látja a növekedést, meg a lehetőséget, akkor megfertőződik. Más nem azért, mert elkezdi használni a termékeket. A mi esetünkben ez igaziból most csúcsosodik ki. A mi lánygyermekünk Rubi szinten van az üzletben, és hát körülbelül egy évvel ezelőtt úgy döntött, hogy tényleg a saját útjára lép, sokáig kereste ezt, és aggódtam is, anyai szívem sokszor nehezen tudta ezt a helyzetet úgy végignézni, hogy ne szóljon bele, és hagyja, hogy megélje ő ezt a dolgot, és megtalálja azt, amit ő szívesen csinál. De az a lényeg, hogy most megtalálta, és kitanulta, és most már önállóan egy saját vállalkozást indítva talpreflexológussá vár, és most tudott bekapcsolódni az ő életébe a DX-en, mert hogy az emberek egy nagy része nem azért megy oda, hogy csak úgy kellemesen eltöltsön egy órát, hanem valamilyen okkal, valamilyen problémával, valamitől meg szeretne szabadulni, vagy megválni, vagy meggyógyulni, és itt viszont már nagyon-nagyon bátran tudja ajánlani a termékeket, és hát rengeteg ismerőse kapcsolata lett ezáltal, és igaziból most érkezett meg az üzletbe, úgyhogy nagyon nagy öröm ez most mindenkinek. Köszönöm szépen! Hát nagyon nagy öröm volt nekem is veletek együtt beszélgetni, és remélem a többieknek is hallgatni titeket. Nagyon köszönöm a válaszotokat, az időtöket, energiátokat, és találkozzunk jövő szerdán is, itt a Dobbantóban. Én megköszönöm a figyelmet mindenkinek, és akkor most megállítjuk a felvételt.